Vaslakodalom. Azt a vasakaratot szimbolizálja, ami a házasság csúcspontján és mélypontján is boldogságban átjuttatja a házaspárt. 65 éves házassági évfordulójuk alkalmából rokonaik körében a római katolikus nagy templomban újította meg házassági esküjét a sátoraljaújhelyi lévai házaspár. Áldott vagy Istenünk! Áldott vagy Istenünk! Mert életünk folyamán, jó és bal sorsban, jóságosan mellettünk álltál. Margit néni 17, András bácsi 20 éves volt 1948. szeptember 4-én, amikor házasságot kötöttek. Szerelmük később egymás iránti szeretetük tartotta őket össze, és természetesen a gyerekek, unokák, dédunokák. Az elmúlt 65 évben számos örömet és bánatot éltek meg együtt, és ha újra kezdenék, akkor is egymást választanák, mondta lévai Andrásné Margit néni, aki szerint tudni kell megbocsájtani egy házasságban is. Jó érzés, és hát hálát adhatunk az Istennek, hogy így eltelt, és ilyen jó lett ez az 65 év, amilyen volt. Jóba, rosszba, mikor, hogy ami ennyi idő alatt mindenkivel előfordul. A mai fiatalok talán el sem tudják képzelni, milyen lehet egy teljes életet leélni egy ember mellett. András bácsi szerint a mai házasságokból hiányzik a tolerancia. A fiatalok nem keresik a megoldást, hanem a könnyebbik utat, az elválást választják. Nagyon kicsi a tolerancia, tűrőképesség egymás iránt. Rögtön abban a pillanatban, ahogy összevesztek, nem a békét keresik, hanem egyszerűen ott hagyják egymást, és nem tűrnek egymásnak. Az évfordulón unokák, dédunokák, rokonok köszöntették az idős házaspárt, akiket dísztáviratban a város polgármestere is üdvözölt.